Hello, hello, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a Space Junkie YouTube csatornán. Egy viszonylag szokatlan, de annál érdekesebb adással jelentkezünk így a heti Starship fejlemények műsorunk előtt, ami este 9 órától kezdődik. De természetesen úgy gondoltuk, hogy elfogadtuk Gáspár András felajánlását azzal kapcsolatban, hogy egy nagyon érdekes témáról beszélgessünk egy nagyjából fél óra hosszúságban, ugyanis hát fantasztikus bejelentésre került ma sor. Természetesen én most megpróbáltam kitölteni az időt, amíg megkapom a visszajelzéseket, hogy hallhatóak és láthatóak vagyunk, és már meg is jött az első visszajelzés, úgyhogy én akkor bele is kezdek az adásba. Szervusz András, mi újságon veled, üdvözlünk itt a Space Junkie csatornán ismételten. Sziasztok, jó estét! Hát minden jól alakult az elmúlt egy évben. A nézők közül egy páran lehet, hogy emlékeznek, hogy annól még beszéltünk többször a James Webb űrtávcsőnek a fellövése, kilövése, indítása. Miután a műszereket kicsekkoltuk, minden rendben működött. Azóta az elmúlt egy évben természetesen rengeteg észlelést hajtott végre a távcső, az observatórium. Köztük pár észlelés számunkra is már elvégzett, illetve fog is a jövőbe, és azok közül az első nagy eredményünk ma reggel jelent meg. Nos, amúgy szia Dávid, hello, hello, de mi még majd visszatérő elemek leszünk a mai nap során a második adásban, ahol mi fogunk inkább beszélni, de most így csendesen hallgatunk, és néha óvatos kérdéseket felteszünk. Természetesen írjátok a chatbe, hogyha van bármilyen kérdésetek, és hogyha az idő engedi, akkor megpróbáljuk beemelni. De akkor, mitől fantasztikus ez a felfedezés? Ez a Fomalhaut, jól mondom a nevét? Fomalhaut nevű csillag. Fomalhaut. Micsoda, a halacskának a szemét jelenti arabul. Igen? A hal csillagképnek a szeme részénél van ez a nagyon fényes csillag. Igen. És ez a régi arabul, vagy Fomalhaut. Aha. És ugye azt tudom én egyenlőre róla, hogy 1983-ban felfedezték ezt a külső aszteroida övet, ami ugye hát mint a naprendszerünkben is található egy ilyen, de mitől speciális ez a mostani felfedezés, hogy mi az, ami óriási hírértéket ad neki? Egy nagyobb programunk volt, aminek keretén belül három viszonylag közeli csillagot fogunk megvizsgálni a MIRI műszerrel. Az a műszer, ami 5 és 30 mikron közt tud mérni. Ez az a műszer, aminek a tesztelésében, meg valamennyire fejlesztem, és a fejlesztésében, de elemzésében részt vettem az elmúlt jó pár éven belül. És az egyik programunk ezen belül az volt a célja, hogy a három közeli csillagnak, aminek tudjuk, hogy van ilyen por törmelékkorunk körülötte, ezt jobban megvizsgáljuk közelebbről. Ha nézzük a korábbi méréseket, amiket végeztek ezekre a rendszerekre, akkor az összfényéből már tudtuk, hogy igenis ezek a csillagok körül van törmelékkorunk, de hogy pontosan hol helyezkednek el a korongok, milyen jellegűek, ezeket nem igazán tudtuk. A Fomalhaut körül, aminek az eredményei ma jelentek meg, külső gyűrűjét már nagyon jól ismerjük, szóval a nézők közel páran lehet, hogy tudják ez, aminek van ez a gyönyörű motor a háttérben. Gyönyörű nagy gyűrűje, ezt már láttuk a Hubble távcsöves felvételeken is szórt fényben. De tudtuk összfényből, infravörös fényből, hogy ennek a rendszernek belül is van egy törmelékkor, ugye, ami nagyon hasonló emissziós jelek alapján a mi naprendszerünknek az aszteroidővezetéhez. Ugye a mi naprendszerünknek van egy belső aszteroidővezete, olyan 2,5-3 csillagászati egység közti távolságra, illetve van a nagy Kuiper-övezetünkként 30-40 csillagászati egység távolságban. Ez a két rendszer egészen különböző egymástól, ami közel van, az aszteroidővezet az inkább köves aszteroidákban áll, még a Kuiper-övezetben inkább az ilyen vízjég és szindioxidjég tartalmú koszos hógolyóknak hívják őket, jellegű égitestek találhatók. Ezek a naprendszer keletkezése után megmaradt planetazimálok, úgy hívják, szóval
kőzött darabok, amik nem álltak össze egy bolygóval. És ezek most is ott keringenek, néha ütköznek, és sok-sok port generálnak. A mi naprendszerünk ugye már majdnem 5 milliárd éves, szóval ez alatt az 5 milliárd év alatt a mi két korongrendszerünk ez szépen lesúrolta magát, szóval már nem olyan sok van benne. Ezek a másik rendszerek, amiket megfelelünk, köztük a FOMA 6 is, ugye ez 440 millió éves, már elég idős az, hogy egy szép bolygórendszere legyen, már kialakult bolygói vannak, de elég fiatal ahhoz, hogy még ezek a törmelék korongok ezek súrolják egymást, és sok port generálnak. És ezekkel az új mérésekkel meg akartuk nézni, hogy milyen is a belső rendszer a FOMA-nak, végre először igenis tudtuk lefényképezni ezeket a belső régiókat. Korábbi modellek alapján azt hittük, hogy ez egy ilyen nagyon keskeny, kicsi gyűrű lesz, amit belül találni fogunk. Azt hittük, hogy olyan mi lesz, mint a naprendszerünké. A nagy Jupiter jellegű bolygó mondjuk szép egy keskeny kis gyűrűvé alakítja ezeket az aszteroidövezetet. Ehhez képest, amit találtunk, az az, hogy egy nagyon kiterjedt, 7-től kb. 80 csillagászati egység közti régióra terjedt ki az aszteroidövezet ennek a rendszernek, szóval egészen más, mint a naprendszeré. Ugyanott kezdődik, legalábbis termálisan, ugye a mi naprendszerünknek az aszteroidövezet olyan 2,5 csillagászati egységre kezdődik, hogyha ezt skálázzuk hőmérséklet alapján, ugyanez a hőmérsékleti rész, ami a naprendszernek 2,5 csillagászati egységre van, ez a FOMA 6 csillagnál kb. 8-10 csillagászati egységre van, ugyanis a FOMA 6 egy nagyon luminózus, fényes csillag, 16-szor fényes, luminózusabb, mint a nap. Éppen ezért ez ugyanazok a régiók kívülébb léteznek FOMA 6 körül. Uh-huh. Ott indul, ugyanott a naprendszer, de sokkal távolabbra kiterjednek. Szóval ez volt az egyik érdekes dolog, amit találtunk. A másik az, hogy felfedeztünk egy második ilyen üres részt a gyűrűn belül, amit fogalmunk sem volt, hogy létezik. Az a üres rész, hogy akarsz képet mutatni, talán könnyebb rajta mutatni. Beteszem a nagyobbat akkor. Látod a megosztott képet, ugye? Nem. El kell fogadd a Discordba. Megosztottam a képernyőt. Van egy watch stream. Azaz, ő lesz az, ő lesz az. Jó. Nem tudom, milyen a felbontás. Nekünk ennél. Jó, nektek valószínű. Egy kicsit gyengébb. Oké. Okay. Van egy belső gyűrű rész, ami több mint valószínű egy ilyen Neptunus tömegű jégóriás farag ki benne. Gravitációsan kidobálja, amik ott vannak. Tehát tök érdekes, már ebből lehet látni, hogy ebben a rendszerben valószínűleg ugyanúgy, mint a naprendszerben, van egy Neptunus méretű bolygó azon a területen. Emellett ugye még azon kívül megvan egy újabb fényes sáv, ez a középső, harmadik belső középső gyűrű, amiről szintén fogalmunk sem volt, hogy létezik ebben a rendszerben. Ami számomra az az érdekessége, hogy még 3 év ezelőtt megjelent egy cikkünk, amiben azt mondtuk, hogy a FOMA 6D, ami az első ilyen direct imaging, azaz direktbe megfigyelt bolygó jelölt volt, és 3 év ezelőtt megjelent egy cikkünkben, kimutatjuk, hogy több mint valószínű, hogy a FOMA 6D az nem is egy bolygó, hanem egy óriási porfelhő, ami két nagy aszteroidának az ütközéséből keletkezett, és szép aztán elmegy. Az egyik nagy kritikája ennek a modellnek az volt, hogy hát nincs semmi a FOMA 6 rendszernek a belsejében azon a távolságban, szóval ott nem igazán lehetett egy nagy ütközés, ami ezt a nagy porfelhőt generálta, amit mi mondtunk. Hát most ezek az új észlelések már pedig mutatják, hogy igenis egy csomó anyag van ott, pont azon a területen, ahol azt mondtuk, hogy a FOMA 6D porfelhő, most már nem bolygó, nem exobolygó keletkezett, szóval nagyon-nagyon sok érdekesség van a mérésekben. Uh-huh. Maga ez a rendszer egyébként nem teljesen új, ugye erről már lehetett korábban, akár évtizedekkel ezelőtt is már beszélni, vagy tudtunk bizonyos dolgokatról, nem? Tehát nem, a maga a rendszer nem új, csak amiket felfedeztek benne, az új. Ugye? Felfedeztünk egy-két jelentős új dolgot benne. Szóval már 1983-ban, ha jól emlékszem, az IRIS nevű
űrtávcső már kimutatta, hogy igenis ebben a rendszerben, meg még három másikba, ezeket hívták a Fabulous Four-nak, mint a Beatles tagokat, a FOMA 6, Vega, Abszeri és a Beta Peak nevű csillagok körül már kimutatták, hogy igenis létezik törmelékkorong, ugyanúgy, mint a naprendszer körül. Ez egy órás felfedezés volt a 80-as évek elején. Tehát tudtuk, igenis tudtuk, hogy van ott valami, de csak annyit tudtunk, hogy fotometria alapján a por, ami ott van ezekben a rendszerekben, az 20-30 mikronon erősen sugározza. Nem csak a csillagnak a jelét sikerült kimérni, hanem a pornak is a hősugárzását gyakorlatilag. Uh-huh. Szóval tudtuk, igenis, hogy vannak a dolgok, illetve a FOMA-nak ezt a külső nagy gyűrűjét, ezt már Hubble-távcsöves méréseken, meg alma méréseken is, meg Herschel-mérések és gyémeleten lát. Hogyha van egy galéria fotó, azt meg tudod keresni. Egy ilyen több fotóból álló? Lavi. Aha, egy nagyon színes. Van egy ilyen, vagy pedig erre gondolsz. Erre gondolok. Uh-huh. Tehát ez egy kép, ez mutatja az összes különböző hullámhosszon, nem az összes, de a jelentős méréseket, amik eddig a rendszerről léteztek. A lila színű az a Hubble-távcsőnek a mérése. Ugye a Hubble-távcső az optikai hullámhosszakon mér, azaz azokon a hullámhosszakon, amiken mi látunk a szemünkkel. Uh-huh. Ezen a felvételen az látszik, hogy a legeslegapróbb porszemek, szóval mikron méretű porszemek, meg még kisebb porszemek, hogyan reflektálják, mint mini tükrök gyakorlatilag a csillagnak a fényét. Ha láttatok már, hogy család, cigarettafüstöt a napsugárban, ugye az is vissza reflektálja feléd a napnak a sugárzását. Ugyanezt lehet elképzelni, hogy a Hubble-távcsőnek a felvétele gyakorlatilag ezt mutatja. Az apró füst hogyan reflektálja visszafelénk a csillagnak a fényét. Szóval márből tudtuk, hogy nagyon sok apró porszem létezik ott a külső gyűrűbe. A belső gyűrűk nem látszanak például a Hubble-távcsőnek a felvételén, de tudtuk, hogy van valami ott. A másik jelentős felvétel kettő ezek közül, amit már korábban ismertünk, az az almának az 1.3 mm-es felvétele. Ez egy gyönyörű felvétel, de egy nagyon vékony gyűrűt mutat. Szóval ott azt mutatja, hogy igenis annál a külső régiónál nagyon sok ilyen milliméter méretű porszem létezik. A Herschelnek a 70 mikronos felvétel szintén ugyanezt mutatja, de egyik felvétel se volt annyira érzékeny, hogy kimutassa, hogy mi van belül. Illetve ezek a porszemek, amik 25 mikronon szépen világítanak, ezek kb. Olyan 5-től 20 mikron méretűek. Uh-huh. Szóval a többi hullámhosszon nehéz is lehet volna őket észlelni. A látjátok, még ott van egy JWST, egy másik is, nem csak ez a szép türkiszt kék, hanem az erősebb kék színű felvétel, az 15,5 mikron, szóval egy kicsit rövidebb hullámhosszan készült, mint a 25 és feles. Azon például csak a legbelső régió látszik már. Uh-huh. Tehát a középen felül. Felül középen. Uh-huh. Uh-huh. Igen. Szóval ezért érdekes minél több hullámhosszan lefényképezni egy rendszert, mert más tanulsz vele. A különböző méretű porszemeknek az eloszlását a rendszerbe nagyon lehet tanulmányozni vele. És a JWST is felvételek azért lesznek fantasztikusak, mert pont ezt a méretű porszemeket tudjuk vele figyelni, amik az aszteroidövezetben jelentősen többen van belőlük, illetve nagyon fényesek, azon a hőmérsékleten az aszteroidövezet van. A 150 Kelvin körüli hőmérséklet az, ami 25 mikronon nagyon szépen tud világítani. Szóval, illetve nagyon jól lehet majd látni, hogy például a bolygók hogy ürítik ki ezeket a bizonyos helyeket ezekben a rendszerekben. Erről akartam csak most egy... Először... Bocsánat, nem akartam belét folytani a szót. Kérdezz. Tehát, tehát aki esetleg ezt nem tudja, és javíts ki, hogyha a hülyeséget beszélek, tehát amikor egy csillag ugye megszületik, akkor létezik ez a protoplanetáris korong. Ugye? Tehát ez gázokból áll. Ezt úgy képzeljétek el, mint egy sima
hogy hívják a vinyl, milyen lemez, hanglemez. Ez a régi. Hanglemez, igen, vinyl. Bakelit lemez. Igen. És akkor ugye abban ott vannak a kis bolygó kezdemények, és akkor ez mint egy kis porszívó, ez így megy körbe-körbe, hogy elkezdi szépen felszípkázni azt az anyagot, ami ebben a korongban található. És akkor szépen ugye, mondjuk ezért hívják, hogy ugye a Jupitert egy nagyon sikeres bolygónak, mert annyi anyagot tudott felhalmozni magában, hogy beleférne az összes minden más dolog, ami található a naprendszerünkben 2,5-szer. Tehát egy nagyon-nagyon sikeres porszívó volt, úgymond ebben a formációban. És ugye ez azért érdekes, amit itt látunk, mert teljesen távoli idegen naprendszerekről van szó, ahol ugyanúgy bolygók alakultak ki, és tehát az, hogy ilyenekbe beleláthatunk egyébként, ez valami fantasztikus dolog. Egyébként üdvözöljük, itt van velünk Detre Örs is. Szia Örs! Aki ugye szintén fontos tagja ennek az egész projektnek, ugye az egész James Webb felfedezésnek. Úgyhogy ezért érdekes ez az egész dolog, mert más világokba látunk így bele. És úgy gondolom ez innentől kezdve exponenciálisan csak növekedni fog. Így van. Na, Szabiból kirobbant az amatőr csillagász. Szupernovaként. ezt tudják a hallgatók, hogy neked jelentős amatőr csillagász háttere? Valamennyire tudják. Igen, ott állsz róla a párcban. Igen, de nem, azért jó, nem szignifikáns. Teljesen jól elmondtad, hogy mi történik. Így van, szakfotoprogramatás korongokban alakulnak ki a bolygók, úgy, ahogy mondtad, ezek szépen összeállnak, ott még a gáz, meg a por, az úgy nagyon együtt mozog. Uh-huh. Azért érdekes, össze vannak kötődve. Egy idő után, főleg ahogy a csillagok egyre fényesebbek lesznek, de miután kialakulnak egyre fényesebbnek, kitolják a gázt a rendszerbe. Szóval a bolygóknak van kb. Olyan 10-20 millió évük összeállni, és annyi gázt magukra szippantani, amennyit csak tudnak. Uh-huh. Szóval a Jupiter, ugye a jégvonalon túl vagyunk, ott sikeresen magára húzta azt a sok hidrogént, meg héliumot. De miután az összes gáz kimegy a rendszerből, onnantól kezdve, ami maradt. Uh-huh. És a Fomalhaut rendszer az ilyesmi, szóval ő már jelentősen idősebb, már 440 millió év körül van, ott már gáz nem nagyon van a rendszerben, csak ami például ütközésekből a széndioxid kiszabadul a külső résznél, az még talán néha előjön. De igen, ez már egy érett bolygórendszer, és mivel ez egy nagyon luminózus csillag körül van, Fomalhaut nem fog túl sokáig élni, max. Egy olyan 1 milliárd évig él. Szóval ő már az élete felénél jár. Hmm. 440 millió évnél. Szóval még ha van is sok mondjuk földszerű bolygó, és mondjuk már netán kialakulna rajta valami életforma, már annyi lesz hamarosan neki. Nem sok esély van. Hamarosan. Megy pár száz millió év múlva. Ez az csillagászatilag az szinte semmi, vagy hát nem túl sok idő, igen. Nem sok. Kérdések. Jött, azt hiszem Őrös meg is válaszolta, de azért gondolom, hogy beemelem. Ugye látható, hogy van ilyen kis fekete pötty a kép közepén. Nem hozott be Őrsöt? Hamaraként. Nem tudom. Gyere Őrs, ha van kedved, meg gépnél vagy. Teljesen meglepetésszerű volt ez az adás alapvetően, ezért nem is szerveztük. De ha van kedved belépni, Őrs, gyere nyugodtan. Az ajtó természetesen mindig áll. Van hely még a jobb oldalon a képnek. Így van. Szóval az a kitakarás, ugye ezt Őrs meg is válaszolta, hogy az ott beégett, ugye? Jó mondtam. Ez attól függ, melyik kép. Ez a 25,5 mikronos kép, ez nem koronográfval készült, hanem csak kép készült, uh-huh. És a csillagnak a struktúráját, a úgynevezett PSF-jét, azaz ahogy egy csillag kinéz a távcsillag képébe, azt levontuk egy referencia képnek a készítésével. Uh-huh. Viszont, mivel a Fomalhaut egy büdös fényes csillag, a központi pixeleket az beégeti. Ott nem tudsz mit csinálni, az információt soha nem fogod visszaszerezni. Ahol feketét látod, nincs információ, mert a csillag beégett. A többi hullámhoz, szóval a 15,5 meg a 23 mikronos felvételnél, ott azért van fekete rész, és azt nem tudom, hogy ezt mutatta, de például, uh-huh. Ha behozod a színes kombinációt, a 23 ezt, de ugye itt is ki van véve a közepe. Itt azért van kivéve a közepe, mert a 23 mikronos felvétel az egy koronográfon készül, ahol szó szerint berakunk valamit a csillag fénye elé, és kiblokkoljuk.
kiszűrjük a csillagnak a fényét. Így tudunk mélyebb méréseket készíteni, viszont az a blokkoló rész az talán kicsit nagyobb is, mint a, nem kicsit jelentősen nagyobb, mint a beégett rész 25,5 mikronon. Szóval ott sincs információ, de ott csak azért, mert kitakartuk a csillagfényét. A különböző a magyarázat, hogy különbözőképpen. Közben őrs írt, hogy hanggal be tud jönni. Gyere, gyere! Egy ilyen ad-hoc beszélgetés műsorában csinálunk. Jó. Nem készült fel, nem készült önök még, hogy kamerát is mutasson. Ez a másik felvétel, ami ez egy ilyen kombinált, ugye ez az Alma, a HST, ez a Hubble is, ugye a James Webb-nek a dolga. Ez esztétikai is a legszebb, bár ez a legutolsó szempont, ami az adatértékelésnél, hogy a fontos. Az, hogy esztétikai, hogy milyen legszebb, az igazából attól függ, hogy ki mondja rá. Igen. Ezt az egyik jó kollégám készítette itt, aki ezzel foglalkozik, egy amatőr csillagász, aki szép képeket kombinál össze, és megkértük, hogy mutassa meg, hogy mi az a legjobb kép, amit ő össze tud állítani a különböző hullámhosszatban készült felvételek között. És ezt produkálta, ez mutatja, hogy néz ki a szétszedelőket. A másik megmutatja, hogyha egy másikokat, akkor hogy néz ki. Igen. De ő, szóval ő itt játszott erő teljesen vele, itt ugye nyilván a közepe ki lett kicsit egészítve, különböző helyek ki lettek kontrasztemelve, de mutatja, hogy néz ki nagyjából a rendszer, hogy jobban rá tudnánk nézni. Meg hogyha lenne egy olyan szemünk, ami optikai torrádió hullámhossz, akit tudna nézni. Ami biológiai lehetetlen. Közben megjöttél, szia Örs! Hello! Sziasztok, hello! Hello! Én most szerintem, hogy maximum így válaszolgatnék a csetekre, amennyire tudok, de hát ez a Hanzisnak a kutatása. Úgyhogy én így szépen akkor így a háttérben. De szia Hanzis, hello! Rég beszéltünk. Már láttad ezt a felvételt, mikor decemberben megmutattam már? Én már láttam, igen. Nektek ez már nem újdonság. Egyébként pont, ha már itt tartunk, ennek mi az oka, hogy ilyen kvázi sokára publikálták ezt? Ennyi. Sőt, ez még viszonylag gyors is volt szerintem, szóval októberben lett meg az adat, október végén, és december végén már be lett küldve a cikk, szóval két hónap alatt, ami nagyon gyorsnak számít szerintem szakmán belül, de utána igenis egy fél év, mire a referee-k megnézik, adnak rá választ, te válaszolsz a referee-knek, ők még egyszer átnézik, utána a folyórat editálja egy kicsit, hogy úgy nézzen ki külsőleg, hogy ők akarják, és utána meg még egy jó három hetet rászámolnak, hogy ők megcsinálják a press release-t, szóval ez ennyi. Örs, láttál olyan kérdést esetleg, ami releváns, és be tudjuk emelni? Nem tudom, nézted a csetet. Volt egy olyan, az egy egész jó kérdés volt, hogy miért nem csinálnak egy James Webb 2-t. Arra így válaszoltam chatben, hogy eleve ez egy 20 éves technológia, tehát hogyha most újra kezdenénk, akkor nagyon sok minden már teljesen más lenne. Tehát ugyanazt nem érdemes. A másik az, hogy tudományban többet nem fogadni. Tehát a legnagyobb, legátütőbb gyakorlatilag tudomány történet szempontjából releváns nagy kérdéseket, azokat egy is megválaszolja. Úgyhogy ezért nem éri meg. Egyébként vicces, mert a fejlesztési költség az meg, hát még tesztelés, stb. Az a több mint 80%-a, hogyha nem 85-90%-a a teljes összegnek. Úgyhogy relatíve ropiért, pár milliárdért lehetne csinálni egy másodikat, de hát nem éri meg. Akkor már, tehát legközelebb már más kell csinálni, mert más kérdéseket kell megválaszolni. Pontosan azokat, amit kell mondjuk a James Webb nem tud. Jött egy olyan kérdés, hogy segít a csillagkitakarás exobolygók felfedezésében, de gondolom nem, mert hogy... Vagy de? De. Mert hogy... De, szóval csak nem a Mirit nem fogjuk igazából arra használni, viszont a NIRCAM-nek is vannak ilyen koronográfiai, és azok kifejezetten arra vannak,
hogy legalábbis az elsőleges célja azoknak az, hogy exobolygót találjunk. Tehát csak bontsuk két külön részre. Tehát vannak olyan fotók, ahol utólag van be, úgymond kitakarva a központi rész, mert ugye be van égve, amit ugye az őrs is mondott, meg van olyan fotózás, amikor konkrétan ti takarjátok ki a központi csillag. Ez hogy történik egyébként? A Mirének úgynevezett four quadrant phase mask, az olyan fázis maszkja van, ahol interferometrikusan van kitakarva a csillag, úgyhogy mindegy, nem megyek bele a részletekbe, lényeg, hogy interferometrikusan ki van takarva a csillagnak a fénye. A NIRCAM-nél szabályszerűen egy optikai elem van, ami kitakarja. Ugyanúgy, mint a 23 mikronos mérésnél is. Ez a four quadrant phase mask-es kép. A 23 mikronos kép itt, illetve a NIRCAM-ek meg olyanok, hogy van egy fizikai elem, ami ott van és kitakarja a csillagnak a fényét. Tehát akkor van ilyen, értem. És a NIRCAM-nek a hullámhosszain, igenis, a exobolygók, főleg a fiatalok nagyon szépen fognak fényleni. És ezt a FOMA-6 rendszert amúgy lemértük a NIRCAM-mel is. Szóval annak a cikkén éppen dolgoznak a kollégák, és szerintem be lesz küldve pár hónapon belül. Nem fogok most róla mondani semmit, de megnéztük NIRCAM-mel bolygókat, ennyit fogok mondani. Ez publikus. Más nem mondok. Ez szerintem mind a kettőtöknek szól ez a kérdés. Mekkora áttörést reméltek az exobolygó tanulmányozás területén a James Webb-től? Mert azért ez látszik, hogy erre nagyon képes. Jelentős. Több szempontból is fogunk megfigyelni távolabb keringő exobolygókat, amiket eddig nagyon nehéz volt. Ugye a direct imaging, amikor tényleg fotókat készítesz róluk, az nagyon jó, hogy a csillagtól távolabb keringő bolygókat tud karakterizálni, amiket radiális sebességméréssel, illetve tranzittal nehezebb mérni, ugyanis nem annyira befolyásolják a csillagnak se a keringését, és kicsi a periódus, szóval nem nagyobb valószínűsége, hogy egyáltalán találsz a tranzittal éneket. Imaginggel könnyebb ezeket találni. Illetve, ha spektroszkópiai méréseket tudunk csinálni James Webb-bel a tranzitos bolygókra, akkor igenis a atmoszféráját az exobolygóknak lehet tanulmányozni, ami fenomenális lesz, és már csinálják. Még egyet itt hozzáadnék ehhez a válaszhoz, hogy gyakorlatilag a James Webb-nek az egyik fő oka, hogy ezt mérje, az egyik fő target. Aha. Tehát nagyon sok műszer az így lett tervezve, hogy erre jó legyen. Tehát exobolygózni. Tehát kifejezetten ez volt, tehát ez egy cél volt alapvetően. Igen, ez volt az egyik cél. Na most observatórium, tehát nagyon sok cél volt, és ugye ilyenkor a legelőször készül egy tanulmány, hogy mi az, amit bele lehet rakni, és mik azok a legfontosabb kérdések, amiket majd meg kell válaszolni a James Webb-nek. És ebből írnak egy másik hatalmas könyvméretű tanulmányt, hogy jó, akkor technikailag mit lehet belerakni. És utána ebből írnak még egy szinttel lejjebb, egy olyat, hogy akkor technikailag pontosan milyen műszerek kellenek, és milyen, nem tudom, milyen hullámhosszok, hány szűrő, milyen detektor, milyen jelzajviszony, milyen tükörméret, és így alakul ki a végén, amikor elkezdődik amikor még nem kezdődött el a tervezés, tehát a tervezésnek a legelső pontja az gyakorlatilag egy ilyen hatalmas nagy követelménylista, ami már egy technikai követelménylista, ami a végén, hogyha ezeket a technikai követelményeket teljesíti, akkor a tudományos követelmények is teljesülnek. Várhatjuk-e az első exoholdak felfedezését? Szerintetek? Jó kérdés. Amúgy ez egy érdekes régi téma, amit még talán Magyarországon kezdtek el először komolyabban venni. Szabó Gyula meg a Simon Attila még vagy 25 évvel ezelőtt, hogy exoholdakat fogunk méregetni. És most már tudomány is kezdő valamennyire ezt komolyabban venni, igenis már eljutottunk oda, hogy talán fogunk exoholdakat mérni. Talán,
nagyon fiatalabb exoholdak, amik még hőmérsékletbe tudnak annyit kiadni. Lehet, nem tudom. Ez egy jó kérdés. Ez egyébként csak tényleg az. Gondoljunk bele egy picit, hogy egy másik naprendszer csillaga körülkeringő bolygók holdjait fogjuk tudni elkezdeni vizsgálni, ami persze nem gyönyörű szép felvételekről van szó, hanem pixel méretű kis objektumokról, amiből gondolom szín spektra fotometria, segítsetek, ezt mindig elfelejtem. Spektrumot. Igen, mérni. Tehát ugye amit fényt ugye kibocsát, vagy visszaver, azt ugye szét tudjuk bontani igen. Ízeire, és ez alapján meg tudjuk állapítani, hogy mit tartalmaz. Ami hát... Detektálni már detektáltak egyébként, hogyha jól emlékszem. Ugye, Andris? Tehát találni már találtak, annyi, hogy exomunt. Én nem tudok róla, de lehet, hogy tévedek. Én ilyen még nem hallottam. Én úgy emlékszem, hogy találtak. Azt nem tudom, hogy mennyire volt biztos a felfedezés. A lényeg az, hogy már a bolygóknak is, az exbolygóknak is a légkörének a tanulmányozása az egy hatalmas feladat. Na most erre még nem tudom, minimum egy nagyságrendelődév van az, hogy mondjuk egy ilyen exomoonnak a légkörét tudjuk tanulmányozni. Talán ez már egy kicsit túlzás lesz. Arra meg lesz majd a következő. Igen. Luvoár, mondjuk. Már azért az is egy nagyon nagy dolog, hogy exo bolygókat tudunk ugye megfigyelni és vizsgálni. Az a durva, hogy én láttam még annak idején, nem tudom, 15 évvel ezelőtt Hubble-ös próbálkozást erre, és akkor én néztem azt, hogy jó, itt van ez a nagy vörös ilyen diagram, de hol van a mérés? És akkor, ja nem, ez a nagy vörös paca, ez így az error bar, a hiba a mérésben, és akkor, ja jó, oké, tehát akkor a Hubble, ami eddig ugyebár az legjobb ilyen műszer volt, az közel nem tudott ilyet, úgyhogy ehhez képest hatalmas lépés az, hogy milyen gyönyörű szép spektrumokat hoz a James Webb. A mostani felfedezés az lehet, hogy teljesen hülye kérdés, ez befolyásolja a következő évek menetrendjét? Tehát, hogy most ugye vannak ezek az eredmények, amiket már tudtatok mérni, hogy ez erre most kaptok még úgy kvázi időt, hogy akkor még ezt még tudatosabban megvizsgáljátok ezt a területet, vagy ez akkor így oké, és akkor mehetek tovább egy következő területre, vagy ez most hogy lesz így a jövőt illetően? Majd pályázni szeretnék majd a jövőben nyilván, hogy újabban megnézzük, hogy fejlődik a rendszer, mert azért látunk benne konkrét struktúrát, amit hogyha meg tudjuk figyelni, hogy mozog, az elég érdekes lenne. Jó, nem tudom, mennyi időnk van még, András, mert tudom, hogy neked, téged most nagyon akar a világ. Annyi üzenetet kaptam, meg más helyekről interjú kérések megjelnek. Most közben nézegetem ezeket, válaszolok rá. Elnézést. Ne, hát ez most került ki mennyi? Másfél órája? Két órája. Úgyhogy ez még friss és ropogós, úgyhogy jó, de természetesen ezen a csatornán azért ugye őrsel elkezdtünk egy ilyen sorozatot, tehát elkezdjük átbeszélgetni ezeket a felfedezéseket, amit ugye a James Webb ugye mostanában abszolvál, meg hát ugye ez egy steady flow, tehát azért itt jönni fog ez folyamatosan is. Lesz miből táplálkozni, ugye őrs? Hát ez biztos, hogy így van. Úgyhogy mindenféleképpen szeretnénk ezzel még foglalkozni a jövőben. Én nem tudom, hogyha van-e még kérdés, ha nincs, akkor szerintem mi elengedünk András, és akkor be is fejezzük az adást tényleg, mert gondolom, hogy most mindenki veled akar beszélni. Mit mondtál éppen, Új-Zéland? Az már délután lesz, de igen, lesz az is. Jó,
Jó. Azért meg szeretném említeni így a kedves nézők előtt, hogy azért legyünk hálásak ezeknek az uraknak, hogy időről időre ránk szánják az időt, és megkeresnek minket, és ezen a platformon felajánlják azt, hogy beszélnek ezekről a témákról. Nem tudjuk elmondani, hogy ez mekkora privilégium, és mekkora megtiszteltetés nekünk, és természetesen az, hogy nektek, nézőknek tudunk érdekességet hozni első kézből, pontosan azoktól a fejlesztőktől, kutatóktól, akik dolgoztak ezeken a műszereken, meg magán a James Webben, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük a teljes néző közönségünk és a saját nevünkben, hogy itt vagytok és tájékoztattok minket. Én köszönöm őszintén, tök jó, hogy magyaroknak is lehet még ezekről beszélni. Más lehetőségem nem lenne rá, szóval ennek nagyon örülök. Igen, mondjuk, hogyha a celebekről beszélnénk, akkor biztos, hogy 10-szer ennyien néznének, de majd valahogy, nem tudom, majd valahogy belefűzünk pár ilyen celebhírt, és akkor biztos, hogy nagyobb rétegekhez el fogunk érni vele. Sajnos a tudomány nem. Celeb lesz csak jó értelemben. Igen. A felfedezéseit ünnepeljük. Igen. Jó, akkor tényleg köszönjük, Örs, hogy te is itt voltál, hogy becsatlakoztál, így ad hoc. Tényleg köszönjük szépen, hogy hozzájárultál. És akkor köszönjük szépen a figyelmeteket. Mi természetesen nem sokára jelentkezünk, jövünk vissza egészen pontosan másfél óra múlva. Igen, kevesebb, mint másfél óra. Kevesebb, mint másfél óra múlva. Folytatjuk a legfrissebb Starship fejleményekkel, addig mi is kifújjuk magunkat, elintézzük a ügyes-bajos dolgokat. De köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és írjatok a kommentben hozzászólásokat nyugodtan, ha van kérdésetek, és megpróbáljuk továbbítani az urak felé, és remélhetőleg egyfajta kérdezfelelek kialakul. Tényleg még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. További szép napot, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!